Telt ház a moziban csütörtök este, rengeteg érdeklődő érkezett a Tiszta szívvel című legújabb magyar film vetítésére. A film után két főszereplővel, Fenyvesi Zoltánnal és Túróci Szabolccsal találkozhatott a közönség. Az akció végjáték egy baleset után kerekesszékbe került tűzoltó és két fiatal kerekesszékes fiú találkozásáról, valamint közös bűncselekményeiről szól. Ezt a síros nevetős világban tartom a legfontosabbnak, mert hát a szélsőségeket így tudja az ebben megérni, és hát itt felmerült egy pont, hogy mi az a, amikor rátszakadt a nézőkbe az a vágy, hogy lehet-e nevetni mozgássérülteken, fogyatékkal érkező. Ez egy kardinális kérdése volt ennek a pontnak. A filmben mellettük a főbb szerepekben még Fekete Ádám és Balsai Móni játszik. Túróci Szabolcs, a nyíregyházi színész játszik színházban, de folyamatosan szerepel filmekben és sorozatokban is. A Tiszta szívvel rendezőjével, Tilla Attilával ez volt a harmadik közös filmes munkájuk. Sokat kellett gyakorolni, meg hát át kellett, nehéz ezt megmagyarázni. Hát a Zoliék sokat voltak a segítségemre, és próbáltam sokat velük lenni köztük. Volt egy nagyon komoly, jó tanárom, egy mozgásterapeuta, aki sokat segített, és hát már hónapokkal előtte tudtam, hogy ez lesz, és akkor így készültem rá sokat. Voltam kint terepen, össze-vissza, minden, amit el lehetett lesni, azt ellestem tőlük. A film másik főszereplője Fenyvesi Zoltán, jelenleg főiskolai hallgató és sportoló is. Eddig reklámokban szerepelt, ez volt első filmes forgatása. A közönség találkozón elmesélte, nem csak nevük egyezett a filmes karakterével, ő is születésétől fogva kerekesszékben él. Valamilyen szinten magamat játszom, de közben azért mégis egy másik karaktert kellett eljátszani, és azért ebben megvolt a kihívás, és megvolt egyben azért a félelem is, hogy majd ezt vajon azért mégis egy nagyvásznom, meg ez mégiscsak nem egy kisfilm, amit én leforog 15 perc alatt, vagy egy 15 perces kisfilm, hanem ez egy nagy, több mint másfél órás film, és hogy vajon aztán a nézők majd egy idő után nem érzik azt, hogy borzalmas már ez a srác, és lejöhetne a képernyőről, vagy hát a vászonról. Úgyhogy volt bennem azért egy ilyen félelem, de javarészt inkább a kihívás. A filmben a nem színészek és profik közös munkája végül egy eseménydús, vicces, de mégis drámai másfél órás alkotást eredményezett.